Bocsásson meg. Azért után viselkedtem. Elvesztettem az önuralmamat. Modortalan voltam. Ma 4-kor az igazgató úrék is megyünk. Egy kis kirándulást rendeznek a tantestület tagjainak és családjaiknak egyaránt. Szeretem. Legyél a feleségem! Szeretem magát! Szeretem! Úgy, ahogy én nem szerettem senkit! Szeretem magát! Szeretem! Úgy, ahogy én nem szerettem senkit! De ha Isten úgy rendelni, hogy feleségül meg hozzá, akkor én boldog volnék, én nagyon boldog. Tudod, a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzeljük, hanem máshogy teljesen. Mi oroszok nagyon szeretjük a magasrögtű gondolatokat, de az életünk az miért olyan nyomasztóan kiszerű? Miért? De szerintem az egész csak olyan képzelődés, minden gyakorlatiasság nélkül. Persze azért kívánok neked minden jót. Senki nem felelős érte. Hát így vagyunk mi Andrejjel is.